Most pedig békönös pizzát fogunk készíteni. A pizza szószt elkészítjük. Egy nagyon pici vizet öntünk hozzá, csak, mert nagyon sűrű. Ehhez teszünk pizza szósz keveréket, amiben benne vannak a kakukkfű, bazsalikum, origanána, girjana, petrezselyem, rozmaring, lestján, kakukkfű, paprika, ebből nem túl fűszerezzük. Na, így, hogy ez a fűszer itt álljon, addig, így. Bontottunk fel egy kis doboz paradicsomot, a legkisebb dobozzal, paradicsompürét, és ezt abba... Az 70 g-os úr, hát, jól emlékszek. A legkisebb paradicsompüre, és ezt abba beáztassuk, mert hogy addig hagyjon a fűszerkeverék benne, hogy járja át, így. És a pizza tésztájában az nagyon finom sok mindenre, sok minden tészta elkészítésére sütni fogunk túrós lepényt is. Ide két tojást ütöttem bele, tettünk bele a túróba, egy vaníliás cukrot, egy mokás kanál sót, és négy evőkanál cukrot, majd még lisztet is kell beletenni, mikor gyúrjuk össze egy kicsit. Csak így felmutattam. Na most itt van elkészítve a sajt is a pizza tetejére. Így. És a túrós lepényre, rákenünk majd a túrós lepényre egy tojás. Így. Jó, akkor térjünk vissza a pizzára. Na jó, most már megcsináljuk a pizzatésztát. Mindjárt, mert felfutott az élesztünk. Vajjaj, nagyon is. Tehát mennyi volt akkor a tej? 2,5 dl tejjobban. Egy jó evőkanál cukor van benne, és 70 dekalitnek kéne lenni, de kicsit többet teszünk, mert túrós lepénybe is kell a... kell a liszt. Így. Majd még jobban teszünk be. Így. Teszünk sót. Nem sózzuk túl, mert az sem jó, ha túl sózzuk. Egy így ilyen. Ez már nem is kell. Félretesszük. Így. Jó. Beleöntjük. Ebbe ez csak élesztő kell, étolaj kell, tojás nem kell bele. Ez ilyen. Már jó másfél deci étolaj van benne. És beletesszük a fölfuttatott élesztő tejjel. Akkor a tésztát azt megfelezzük. Igen, majd ketté lesz, mert lesz a túrós lepénynek az alja, meg egy pizza alja lesz, igen. Így ezt is félretesszük. Ez nagyon finom tészta, és ezt összedolgozzuk, de még ha valamit kíván bele, akkor teszünk. Még kicsöpögtettük a pohárból. Ha
Hát még egy nagyon pici tej kell hozzá. Most pedig hát még egy kis, mert könnyű tésztának kell lenni, öntünk hozzá még egy kis tejet. Vagy merünk. Így ide. Mert ezt nem kell nyújtani, hanem a tepsibe széjjel kell húzkodni a tésztát, úgyhogy olyan könnyű tésztának kell lenni. Majd. Kis tejet, vagy egy kicsit több 70 dekánál isztünk, és ezt így. Már jó lesz a tésztánk, jó lesz mindjárt, kidolgozzuk, most már. El is fog válni a falátum, az edény falátum. Ezt nem kell megkereszteni? Ezt nem kell, hanem egyenest utána tesszük a tepsibe, húzkodjuk széjjel. Majd most már jó lesz, mert jó ki kell dolgozni. Akkor, amikor már elválik az edénytől a tészta, akkor van jó kidolgozva. Úgyhogy... Megmosom a kezem, és akkor kettőt osszuk. Közben begyújtsuk a sütőt is, hogy bemelegedjen. Nem kell. Begyújtottuk a sütőt, kettő veszük a tésztát, mert itt már általában már kelt is. Nem kell keleszteni. Nem kell keleszteni. Így. Majd a sütőt melegszik. És kihúzkodjuk a tepsibe. Hú, nagyon jó a tésztánk. Állásában már kezdett kelni. Nagyon jó. Jó, puha. Könnyű vele bánni. Könnyű lesz így. Jó? Kiveszünk. Egy tepsit.
kapuszkodjuk. Hát ha olyan a sütőlemezünk, akkor megolajozzuk az alját, de ennek nem fontos, mert ez olyan különleges sütő tepsi. Még a tejfölt nem vettük elő. A tejfölt. Így, nem kell. Nem is ragad, nagyon jó a tésztája. Nem ragad. Ez az étolajtól. Igen. Nagyon jó a tésztánk. Nagyon jó. Így. Sokan. Elkészítjük. Ezt addig félretesszük. Túróba tettünk cukrot, sót, vaníliás cukrot, margarint is teszünk bele. Margarint is. Mennyi margarin? Hát egy olyan. 5 deka? Egy olyan pár dekányit. Majd az még kis tejfölt. Az nem 5 deka lehet. Ez nincs 5 deka, egy pár dekányi csak. Teszünk bele tejfölt, így félretesszük a margarint is. A vaníliás cukortól nagyon jó illata van. Nagyon jó illata van. Teszünk bele tejfölt, így. És még lisztet is teszünk bele egy kicsit. Többet nem is teszünk bele. Így ez elég. Ezt is félretesszük. Összedolgozzuk, de teszünk bele. Teszünk bele. Lisztet is. Meg van egy pici tejünk, azt is teszünk bele, mert fel fogja dúsítani, a krémesíteni fogja a túrót. Egy nagyon pici tejünk van. Így. Így, jó. Beleöntjük. Na, most már összedolgozzuk. Így. Margarinnal összegyúrjam. Kis margarint is. Hát még egy kis ízét tehetünk bele. Egy pici lisztet.
Jó. Így. Jó. Kész. Jó, köszönöm. Jó. Összemarcangoljuk. Tepsibe a krém. Ez már kelt is itten. Nagyon jó lett a tésztánk, reméljük az íze is finom lesz. Reméljük neki az íze is finom, így egy kicsit kihúzkodjuk a peremet. Így. 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 Ah, kilukadt. Na nem baj, majd befotózzuk. Be azt. Majd be kell. Így. És ráöntjük a krémet, túrót, így. Hát ez olyan egy kiló túró. Ez egy kiló túró. Most már a leütött tojást kezünkkel összemarcangoljuk. Nem kell habverő. És a tetejére elkenjük. Betesszük az előmelegített sütőbe sülni. Egy olyan fél óra biztos, hogy kell sütni. Kell neki. Igen, kell. Hát az alja a szamorám, meg arra vigyázzunk, mert aztán léjjel vigyük a... Így. Megszurkáljuk így egy kicsit a tésztát, így is lehet ezen keresztül, így, így, kész, most már betesszük sülni, ahogy süljön, majd aztán, ha pirul, szórunk rá, ó, egy kicsit be tudjuk még csapni is, egy kis sajttal. Becsaptuk egy kis reszelt sajttal, még pikánsabb lesz. Na, nézd meg! Ah. Nothing.
mehet a sütőbe. Majd 5 perc múlva egy picit lejjebb veszük, mert most nagy lángom van. Aztán majd hagyj süljön. Kihúzkodjuk a pizzának a tésztát. Gyorsan. A pizza tésztáját. Mert ez is már itten. Nagyon megkelt. Nagyon. Duplájára. Na. Ez békenes pizza lesz. Igen, ez békenes pizza lesz, igen. Ez igen békenes. Most pedig rákenjük a paradicsom szószt, már sűrített paradicsomot, a beízesített pizza fűszerekkel. Rákenjük. Most már rárakjuk a ízéket, még mosom a kezem, még szürkáljuk a tésztát, így. Kész. Összedaraboljuk a békerszalonnát. Békon szalonnát. Mennyi lehet az 10 deka? Hát olyan 10 dekányi. Nincs ez, hát a körül van. Hát ez is úgy látom, a kolbász is ugyanannyi. Hát a kolbász az egy kicsit több. Van 15 deka. Az olyan 20 dekányi. Na. Hát ez nem úgy adta magát, ahogy szerettük volna, de jó lesz ez így is. Jó lesz. És félretesszük. Teszünk rá uborkát,
majd meglássuk, hogy mennyi kell. Szerintem az uborkát tetszés szerint teheti rá, még a békon szalonnát is. Szalon kolbászt. Így azt is elcsipkedjük. Ebből is ki mennyit szán rá, mennyire szereti ízlés szerint. Hát elég gondolkod így, mert azért az se jó, ha nagyon füstös. Szóval mi van vele? Most pedig beterítsük sajttal az előre le. Na. Egy kész. Már kisül a túrós lepény. Kisül a túrós lepényünk, vagy túrós pite. Túrós. Utána ezt betesszük sülni. Addig ezt félretesszük. Igen, megsült. Megsült. Na. Kisült, ide tesszük az asztalra. Nagyon szépen. A sajt is rápirult. A sajt. Most már betesszük sülni a pizzát. Egy. Jó, meleget van a sütő. És hadd süljön. Na, egy picit följebb vesszük, aztán majd még ilyen léjjebb vesszük. Kisült a pizzánk is. Nagyon finom illata van neki. És ilyen lett. És jó étvágyat kívánunk hozzá. Tessék, ide tesszük az asztalra. Kisült a túrós lepényünk, mindjárt szeljük, és a pizzánk is nagyon finom illata van mind a kettőnek. Ha tetszik a videónk, iratkozzanak fel a videó csatornánkra, és lájkoljanak bennünket. Most ez a pizzának, meg a túrós lepénynek egy a tésztája. Ez jó a pizzának, és meg a túrós lepénynek is, és más... Ilyen, amit nem kell nyújtani, mert ezt nem nyújtjuk, hanem, hanem úgy húzkodjuk széjjel a tepsibe. Eznek az, és tojás nem kell bele. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Így.
sült az oldalához. És így végig kell vágni. Csak aztán tudunk vele boldogulni. Hoppá, ez már kapós lesz. Ilyen szép az alja. Tesszük még egy kicsit. Így. Meleg még egy kicsit. Nem olyan könnyű vele bánni. Ennek is szép az alja. Nincs megégve. De meg van sülve. Várunk a pizzából is. Ugye megmossuk a kést. Pizzából is. Szélét nem vágtuk el. Nézzük. Nagyon szépre sült a pizzatésztának az alja is. Nagyon szépre. Ez nem kell annyi ideig sütni, mint a... Hát hamarabb kisül, mint a túrós lepény. Ezt is megmutatom. Tessék megnézni. Teszünk egyet.
Na. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Mindenkinek. És legyen sok öröme benne. Az illatokba, az ízekbe.